Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A tegnapi napon Kovács László, az MSZP volt elnöke beszélt arról itt az egyenes beszédben, hogy szerinte hogyan lehetne a tisztújítást és az elhúzódó folyamatot nem felgyorsítani, hanem gyakorlatilag kikerülni, hiszen még választás előtt állunk, országgyűlési választás, EP választás után önkormányzati választás lesz ősszel, és erre fel volt egy javaslat a Kovács Lászlónak, hogy a tisztújítás ugye hetekig vagy hónapokig is eltarthat, de hogyha azonnali hatállyal pár napon belül egy ideiglenes testület állna fel, például Botka László vezetésével, akkor ezt a procedúrát meg lehetne spórolni. Aztán ma már azt olvashattuk, hogy Budapesten a budapesti szocialisták lázasan keresik a módját annak, hogy hogyan lehetne minél gyorsabban leváltani a jelenlegi elnökséget. Horváth Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igaz? Azt Igaz. Keresik? Igaz, a megoldást keressük, ugyanis a választóknak egy ilyen tesze-tosza megoldást nem hozó politikai formációval jól láthatóan nincs közös pontjuk, ez a vasárnapi választás eredménye. Tehát, de várjon, Meserházy Attila nem lemondott, ami miatt okvetlenül a módokat kellene keresni, hogy hogy legyen a tisztújítás módja, csak felajánlotta a lemondását, de akkor önök ezt nemhogy készpénznek veszik, hanem már el is fogadták a lemondását? Ezt mi kevésnek tartjuk. Én egyébként vasárnap is azt képviseltem, hogy rendes lemondást kell tenni. Akkor az az egy ér volt, hogy meg kell találni azt a jogszabályi megoldást, alapszabályi megoldást, hogy a lehető legrövidebb időn belül történhesse meg a tisztújítás, és a lehető legkevesebb zavart okozza az önkormányzati választási felkészülésben. Tehát ez önmagában... mondja, hogy Meserházy Attilának le kell mondania. Én azt gondolom, hogy le kell mondani. De azon a módon, hogy ez, ahogy mondtam, a lehető legkevesebb zavart okozza, hiszen az önkormányzati tárgyalások folyamata következik. Neki kell kezdenünk nem csak a fővárosban, hanem a kerületekben, a településeken az egyeztetéseket, mindazok a pártokkal, civil szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel, akik helyben együttműködni kívánnának, egy bizonyos közös demokratikus értékrendet vallanak, ezek az elvek. Az elvek mentén akkor lehet egyébként tárgyalni, hogyha vannak legitim döntéshozó, döntéselőkészítő testületek, ezért nyilvánvalóan nem lenne szerencsés, ha csak a tisztújításra koncentrálna a következő hónapokban a párt, ez nyilván nem lenne jó, és ezért keresünk olyan jogszabályi megoldást, tehát a párt alapszabálya szerinti megoldást, amivel akár most nem kifejtve ennek a tartalmát, de valóban egy ügyvezető elnökség tudna létrejönni. Tehát önök nagyon... is ebben gondolkodnak, hogy egy ideiglenes. Van alapszabályi megoldás erre, de azt gondolom, hogy a részletekkel nem érdemes mutatni a kedves nézőket. De akkor gyakorlatilag önök már megelőlegezték a választmány döntését, vagy ezt sugalják a választmánynak, hogy ez lenne mi, a helyes döntés? Holna budapesti pártanács fog ebben a dologban ülésezni, de azért én már mondjuk, hogy szinte mindenkinek a véleményét ismerem, aki Budapesten ebben véleményt kíván nyilvánítani. Nagyjából azt tudom mondani, hogy a budapesti álláspont egységesen úgy tűnik, hogy azt javasoljuk, hogy a választmány fogadja el az országos elnökség lemondását. Azt tudni kell, hogy ez csak egy formális elfogadás, hiszen politikailag elfogadhatja ugyan a választmány a lemondást, de mindenkinek egyénileg kell kiállítani azt a nyilatkozatot, hogy ő a személyes megbízatásáról az elnökségen belül lemond. És ezt nem lehetett volna, úgyhogy nem felajánlom, hanem ez nem jött össze, lemondok. Igen, én ezt javasoltam vasárnap, akkor... Az volt az ellenérvés, ezt ismétlem meg, hogy egy teljesen kiszámíthatatlan és az alapszabályban nem utána nézett forgatókönyvet most ne dobjunk be, mert az megint ötletelés. De hát az idő meg azt mutatja, hogy időnként ötletelésnek, időnként meg teszetosszaságnak tűnik, hogyha egy párt nem gyorsan és radikális pofora, nem radikális választ ad, akár sem, saját politikai pozícióiban és személyi pozícióiban. Nekem hétfőn, amikor Meserházy Attila volt a vendégem, egyáltalán nem úgy tűnt, hogy Meserházy Attila le akarna mondani. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy egyszemélyi hiba, felajánlott a lemondását, sőt azt mondta, hogy nincs is más lehetőség, de a szavaiból, a mondatokból meg nem azt tűnt ki, hogy ő ezt úgy gondolja, hogy ő a hibás, bár ezt is mondta, hogy magában is keresi, igaz, kérdésemre adott válaszában mondta, hogy keresi a hibát. Szóval ez alapján nekem úgy tűnik, hogy önök mint a szembefordultak volna Meserházy Attilával. Az álláspontunk nem változott, tehát április 6-a óta új helyzet van. Az volt csak a kérdés, hogy mikor reagáljuk le ezt az új helyzetet, hiszen az április 6-ai választási csalódás, hiszen nem lett kormányváltás. Már április 6-án vagy 6-a után le kellett volna Meserházy Attilának mondani?
akkor az volt a döntés, hogy az önkormányzati választásokra tekintettel, ha nincsenek rendkívüli események, európai parlamentire, nem? Nem, az önkormányzati választások voltak az igazi érvek, hiszen az a legfontosabb választás egy párt szempontjából az országgyűlési választás után. Közben az Európa parlamenti választás az egy, nyilván egy erőfelmérő, de valójában az önkormányzati választás, ami nagyon sokakat érint és így társadalmasított. És hát nagyon őszintén az látszik is az alacsony részvételi adatokból, hogy ez a választás, ez nagyon kevés választót érint meg. Szóval az önkormányzati való tekintettel nem akartunk egy több hónapig tartó felmenő rendszerű tisztújítást. Ez a választmányban megvitatásra került, ennek volt többségi álláspontja egyébként, ez ellen nagyon-nagyon intenzíven kevesen érveltek. Ma már látszik, hogy jobb döntés lett volna akkor ezt elindítani, de, hát, ugye, adtak még kristálygömbbe, de a kristálygömbbe nehéz. Tudtuk, hogy kell változás, csak azt gondoltuk sokan, hogy ma a párt ebben az állapotában nem befolyásolja érdemben azt a képet, ami rólunk kialakul, pedig az látszott, hogy az elmúlt hetekben, ha lehet, azt a képet inkább csak rontottuk, mint javítottuk. Ezért egy radikális pofont, Lendvai Ildikót idézve, most előállított egy olyan helyzetet, a vasárnapi választás, amire nekünk is radikális választ kell adnunk, úgy, hogy másként politizálunk, más csinálunk, és nagyon gyorsan reagáljuk ezt a helyzetet. Megbuktatják Mesterházi Attilát. Hát ezt sokféleképpen fel lehet fogni, de nem. A helyzet az, hogy Mesterházi Attilának is le kell mondani ebben a helyzetben, meg az elnökségi tagoknak. Ha nem akar, akkor mégiscsak megbuktatják. Hát ha nem akarna, én egyébként ezt vasárnap is elmondtam, hogy csak abban az esetben támogatom ezt a forgatókönyvet, tehát hogy a lemondását nyújtja be az elnökség, és nem konkrét, vagy a lemondását ajánlja fel, és nem konkrétan a lemondását, ami egy sokkal egyértelműbb helyzet lett volna, de az alapszabályi kidolgozatlanság miatt ezt nézzük el, hogy éjfélkor, ez tényleg nehéz lett volna eldönteni, hogy mi a legjobb megoldás, de én akkor is azt mondtam, hogy szombaton amellett fogok érvelni, és a budapesti véleményeket is maga mögött fogom tudni, hogy fogadja el az országos választmány az elnökség lemondását, hogy politikailag új helyzetet tudjunk teremteni, hogy a választók elvárt bizalmának ismét tudjunk megfelelni, és egy új típusú politikát tudjunk megjeleníteni. De nagyon őszintén azt gondolom, hogy a választók ebből az egészből annyit fognak leszűrni, hogy tanult-e az MSZP most már a második pofonjából, vagy pedig ugyanazon az úton halad. Ami biztos halál, ha az MSZP nem tanul a második pofonból, ugyanígy folytatná, tehát ennek nincs alternatívája. Tehát nincs B időpont, hogy a szombati választmányülés után még lehet maszatolni, tologatni a problémát. A szombati választmány legkésőbb ezt a dolgot el fogja rendezni. Nyilván olyan módon igyekszik elrendezni, hogy ez a lehető leggyorsabb megoldást adja. A választókat önmagában nem érdekli egy párt belső ügye. Az érdekli, hogy kész-e az a párt, amelyet korábban támogatott, szeretett, kedvelt, szimpatizált vele, kész-e az a párt arra, hogy az önkormányzati választáson az ő érdekeit, az ő személyes érdekeit Budapesten, a budapesti polgárok személyes érdekeit képviselni, hogy tudunk-e összefogással közösen egy odafigyelő, tiszta és biztonságos Budapestet teremteni, és ennek kell, ennek a célnak kell alárendelni mindent. Ha ehhez az kell, hogy most szervezetileg az MSZP egy radikális választ adjon egy külső hatásra, akkor ezt most gyorsan meg kell tenni, mondhatjuk, és azt, rá kell fordulni a választásokra. Mondhatjuk azt, hogy a budapesti szocialisták, akár a Budapest 23 csoport, amely csoport a budapesti vezető szocialistákat tömöríti, egyöntetően azt akarják, hogy a választmány fogadja el az elnökség lemondását? Igen. És van már ötletük arra, hogy az ideiglenes testület élére kikerüljön? Vannak elképzelések, vannak egyeztetések ebben. Nyilvánvalóan ennek van egy fontos kritériuma, hogy akit gondolnak a közösségek, vagy a közösség, az elfogadja ezt a jelölést. Beszéltek már valakivel? Természetesen igen, azt kell tudni, hogy ez az új elnökség, ez vélhetően egy szűkebb elnökség lesz, és arra az önkormányzati választások utáni normál felmenő rendszerű tisztújításig fogja irányítani a elsősorban a kampányt, az önkormányzati kampány felkészülést és a politikai. Kovács László Botka mondta. Botka László egy kiváló alkalmas politikus lenne akár erre a feladatra. Azt neki kell tudni mérlegelni, hogy a szegedi polgármesteri felkészülés mellett ez belefér. Én örülnék Botka Lászlónak, hogyha ezt elvállalná, de több név van még a kalapban. Hát de nem fogja elvállalni. Elsőre nekifutása az elbe is úgy nyilatkozott.
Ezt majd nyilván szombaton a választmányűlésen fogjuk végérvényesen tudni. Én örülnék, ha elvállalná, mert az ő személye, főleg az önkormányzati választásokkal összefüggésben megnyugtató lenne a választók széles rétegei számára, egy határozott erős karakter, egy megbízható politikus képét sugallja, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy most ezt a képet erősítsük. Nem mellesleg Botka László érti az önkormányzati rendszer minden csinyát, binyát. Önnek tehát is alkalmas... Botka László a jelöltje? Hát ha úgy kérdezi, hogy ő lenne erre az időszakra a legideálisabb jelölt, akkor azt gondolom, hogy igen. Mi lesz de vannak, akkor? De vannak még jelöltek. Mi lesz akkor, hogyha Mesterházy Attila ragaszkodik ahhoz, amihez itt hétfőn még ragaszkodott, hogy a frakcióvezetői tisztségről eszágába sincs lemondani. Akkor ezt hogy oldják meg? Tehát az nem igaz, hogy a frakcióvezető kizárólag a parlamenti munkára korlátozódó tisztség, az egy nagyon erős felhatalmazással bíró tisztség egy párt életében, és ő nem, arról nem akar lemondani. Igen. Ebben azért legyünk igazságosak, ez tényleg két különböző politikai pozíció, és azt kell tudni, hogy a frakcióvezető az a párt beosztotja. Tehát azt a politikát kell vinnie, amit az országos elnökség, az országos párttanács, vagy az országos választmány, vagy a kongresszus meghatároz. Tehát el tudja képzelni, nem önálló, ő nem hogy önálló, maradhasson Mesterházy Attila frakcióvezető? El tudom képzelni, hiszen az nem egy önálló politikai munka, hanem a párt politikai stratégia alapján egy végrehajtó szervezet, ahol megjelenítik, és mivel tudjuk, hogy a parlamentnek mennyi a jelentősége, tulajdonképpen kommunikációs szinten részben megjelenítik a párt szakmai munkáját. Ez azt gondolom, hogy még egy kezelhető kérdés. A legfontosabb, hogy hogyan tudunk nagyon gyorsan túl lenni ezen a krízisen, nyugodtan nevezzük válságnak, hiszen ha egy párt, még ha egy nem is túlértékelt választáson, de ilyen csúfosan leszerepel, akkor ebben a szükséges konzekvenciákat nem lehet, hanem kötelező levonni. A budapesti vezetők egy részét tömörítő befolyásos Budapest 23 elnevezésű csoport, ezt ma így ilyen szövegkörnyezetben olvashattuk. Hát, én nem olvastam ezt a cikket, úgyhogy... Ez most a HVG-ből idéztem, de mindegy is, tehát hogy ez, hogy Budapest 23 csoport, meg hogy befolyásos, és vezetőket, budapesti szocialista vezetőket tömörít, és hogy befolyással bírnak, tehát az első vonalbeli politikusokat, meg hogy egyáltalán van egy Budapest 23, hát ez valami olyan föld alatti mozgalom lehetett eddig, vagy Bilderberg csoport. Nem volt föld alatti, ez párton belüli mozgalom volt, tehát ebben az semmit nem tudtunk erről, vagy hát, ez így lehet, hogyha Google keresőbe keresnénk, akkor lehet, hogy találnánk egy pár hírt, de valójában ez egy párton belüli csoport, amely bizonyos értékek alapján időnként összejön, gondolkodik, de nem befolyásolja az operatív döntéshozatat. Ma már ez egy fontos erőcsoport, de valójában most az a kérdés, hogy a közösség is itt a Budapest 23, Budapest 23 kerületét és ennek a politikai szervezeteit jelenti, plusz a fővárosi területi szövetség, ami ezeknek a munkáját összefogja. Tehát mindent a helyén kezelve nagyon fontos mindenkinek a véleménye, és ezeket a véleményeket kell most becsatornázni, hogy jó döntések szülessenek, és tanuljunk azokból a borzasztó hibákból és kudarcokból, ami velünk történt az elmúlt hetekben és hónapokban. Tovább kell lépnünk. Azt gondolom, hogy mindenki ezt várja tőlünk. Amikor utoljára a főpolgármesteri jelöltségről kérdeztem, még az EP választás előtt voltunk, pár nappal, azóta azért más a helyzet, sőt, hát amiről az elmúlt 10-12 percben beszéltünk, meg egy egészen más helyzet, tehát éppen egy új elnökség felállítására készülnek a szocialisták. Ez a szándék most már eléggé eltökélt, elhatározottnak tűnik. Akkor most az ön státusza azzal mi van? Az van, tehát ön még hivatalosan a főpolgármesteri jelöltje a pártnak, az nyilvánvaló, de hogy így marad, vagy nem, vagy ezt is felajánlják, hogy ezen is gondolkodjanak. Hogy lesz? Szóval a legfontosabb, hogy a politikai értelemben a jó, vagy a legjobb főpolgármester jelölt politikai értelemben a közös jelölt. Tehát minél több politikai párt, társadalmi szervezet, civil szervezet által támogatott jelölt, az a legjobb, politikai értelemben vett legjobb jelölt. Ezen kívül, ki a legalkalmasabb jelölt, az, aki ennek a tábornak a támogatóin kívül is képes még szavazókat megszólítani. Ez csak egy tárgyalóasztalnál. Ez nagyon sok ember lehet. Én ön ilyen? Jelen pillanatban azt tudom mondani önnek, hogy Magyarország, szűkebb értelemben Budapest, egyetlen hivatalosan megnevezett főpolgármester jelöltje vagyok. Ezt én is tudom, csak nem ezt kérdeztem. De ez nem kizárólagosság.
Azt gondolom, sok tekintetben igen, de amikor ugye hát fantomokkal nem kell... Nem támogatják őt a saját értem. Oldali pártok sem. Értem. Szóval amikor... Akkor nem felel meg a saját maga által felsorolt kritériumoknak. Ön. Ha ez így marad, akkor valóban nem. Tehát, hogyha nem tudok közös jelölté válni, akkor nyilvánvalóan ennek a kritériumnak, a politikai kritériumnak nem tudok megfelelni. Ez egy tiszta, világos képlet. Jelen pillanatban viszont csak az van, hogy Horváth Csabát fantomjelöltekkel hasonlítják össze az ideális jelöltel, de hát ideális jelölt nem létezik. Úgy hívják, hogy Ló Béla, vagy Kis Piroska, meg Horváth Csaba. Tehát őket kell majd, húsvérembereket kell majd tárgyalóasztalnál higgadtan, mérlegelve megvizsgálni, hogy ki az, aki ebben a dologban a legalkalmasabb, és az alkalmasságnak lehet egyetlen... lehet még Ló Béla. Lehet Ló Béla is. Az alkalmasságnak egyetlen kritériuma van. Azt kérdezem, hogy lehet, tehát hívhatják-e így, hanem az alkalmasság egyetlen kritériuma, az alkalmasság, amit most akarsz az alkalmasság az egyetlen kritériuma, tehát hogy ki az, akivel a legnagyobb esélye van ennek a baloldali demokratikus liberális közösségnek megnyerni a választást. És nem azért, hogy baloldali liberális várospolitikusa legyen Budapestnek, hanem azért, hogy egy odafigyelő, tiszta, biztonságos várost tudjunk csinálni, mert ezt csak közösen tudjuk megtenni. Én ennek a személyes ambícióimat már rég alárendeltem. Tehát én azt a jelöltet fogom támogatni, aki a legalkalmasabb és a legszélesebb támogatottságot tudja maga mögött. Ennek az egyeztetését már el is kezdték, vagy legalábbis az ön szándékai szerint minél előbb kezdjék el, hiszen ebben levélben sürgetem, hiszen sürgette a pártársait. Több minden pártnak, most már tudom, hogy van egy-egy olyan júniusban megrendezésre kerülő párteseménye, a DK-nak június 14, az Együtt PM-nek június 21, most nekünk is vélhetően június közepén lesz egy rendkívüli kongresszusunk, tehát mindenkinek van mire hivatkozni, hogy ne tárgyaljon, de azt gondolom, hogy ez nem lehet haladék arra, hogy ne üljünk le haladéktalanul arról tárgyalni, hogy milyen elvek mentén akarunk együttműködni, milyen módszertan szerint akarunk egyébként együttműködni, mi az a közös értékvilág, amit a budapestiek felé akár képviselni akarunk, és ennek a legeslegutolsó kérdése, hogy ezt milyen személyi konstellációba tesszük, azt gondolom, hogy ez a helyes sorrend, és az a helyes, hogyha minél előbb megkezdjük az előkészítő munkát. De akkor ez a kongresszusok meg ilyen testületi ülések után lesz, tehát július. Hát én azért abban bízom, hogy testületi pártanácsi, meg nem tudom milyen különböző pártfórumoknak az értekezletei előtt, ami általában, ha jól tudom, minden pártnál valamilyen pártszervezeti kérdést érint. Ezek azt gondolom, hogy nem igazán fontos kérdések a választók szempontjából. A választóknak az a kérdés, hogy lesz-e vajon olyan közös fellépés a demokratikus erők oldaláról, amire ők jó szívvel az áldásokat, a támogatásokat tudják adni. Ez az eredménye, de mikor ezért, kezdhetik el? Tehát a kérdésem arra irányítok, hogy júliusig én azt gondolom, hogy jövő héten az előkészítő egyeztetéseket el kell kezdeni, és Fodor Gábor, aki az egyik megszólított párt vezetője a liberálisok részéről, ő már jelezte, hogy hajlandó és ugyanezen az érték alapon együttműködni, mert hogy mégiscsak el kell végeznünk egy munkát. Az egyeztetést azt azért elkezdik, azzal nem várnak júliusig. Természetesen a döntésekkel pedig június 21-et gond nélkül meg lehet várni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.